Sziasztok, Balázs vagyok, és ez itt a Tarantula Farm. Mielőtt belekezdenénk a mai témánkba, szeretném megjegyezni, hogy a napokban elértük az 501 darab feliratkozót, amit nagyon szépen köszönök nektek. A következő videóban arról lesz szó, melyik a 10 legjobb óvilági tarantulafaj, illetve hogy miért ők a legjobbak az én meglátásom szerint. Szintén meg kell azért jegyezni, hogy ettől függetlenül minden madárpókot ugyanúgy imádok, és hogy ezek közül lettek kiválogatva a kedvenc óvilági fajaim. Viszont kezdjünk is bele. 10-es Petzalateria ornata. A Petzalateria ornata egy eszméletlenül gyönyörű tarantulafaj. Nagyon sokat mozog, ezen felül érdekes és összetett életvitelrel rendelkezik. Kifejezetten érdekes megjelenése is és életmódja is, viszont az egyik legérdekesebb, hogy természetes élőhelyén megfigyelték, hogy hajlamos a kolóniában történő együttélésre, és megosztani élőhelyét egy Ramonella nagaui nevű békafajjal. Gyönyörű, de elég defenzív. Ha tisztelettel és óvatosan bánsz vele, akkor nem lehet baj, de azért érdemes odafigyelni. 9-es Pterinochilus murinus. A Pterinochilus murinus, más nevén OBT, azaz Orange Baboon Tarantula vagy Orange Bitey Thing, egy gyönyörű, narancs és fekete színezetű óvilági tarantulafaj. Talajlakó, félfánlakó életmódjából adódóan gyönyörű hálóból kialakított alagutakat fog készíteni, ami kifejezetten impozáns kinézetet kölcsönöz a terráriumnak. Kezdő fajnak semmiképpen nem ajánlom, és kezdő óvilági fajnak is csak akkor, ha elegendő információval és tapasztalattal rendelkezünk, viszont előbb-utóbb minden tarantulatartó polcán megtalálható ez a pókfaj. Nyolcas, Siriopagopus lividus. A Siriopagopus lividus színezete elsőre feketének tűnhet, viszont a megfelelő világításnál látszódik az élénk tengerkék színe. Sajnálatos módon ez a gyönyörűség üreg lakópók lévén az idő nagy részét a búvóhelyén tölti, amikor viszont előjön, lenyűgöző látványt nyújt. Tartásuk származási helyükből adódóan okozhat kisebb nehézségeket, mivel az átlagnál magasabb páratartalmat igényelnek. Mint a legtöbb ázsiai tarantula, a Siriopagopus lividus is nagyon defenzív. Tartása szigorúan csak a profiknak ajánlott. 7-es Omotimus violaceps. Az Omotimus violaceps nőstények lábai és tigris csíkos potroha gyönyörű, élénk tengerkék és lila keveréke, fejtora pedig csontszínű. A hímeknek ellenben aranyzöld a teljes teste, illetve hosszabbak és vékonyabbak a lábaik. Egy nagyon gyors és nagyon nagy fánlakó tarantulafaj, nagyon erős méreggel. Rengeteg visszajelzést lehet róla találni azzal kapcsolatban, hogy megmart valakit. Tartása szintén szigorúan csak profiknak ajánlott, nem csak erős mérge, de gyorsasága miatt is. 6-os Petzalateria metallica. A Petzalateria metallica egy eszméletlenül szép madárpók. Nagyon egyedi mintázattal és színekkel rendelkezik, amit még elmondani is nehéz. Egyedi kinézetéből kifolyólag nagyon elterjedt a hobbiban, és kifejezetten sokan tenyésztik is őket, ennek köszönhetően vannak még jelen a tarantulatartásban. Mindezek mellett nagyon sok tarantulatartó tapasztalata alapján csapatban tartásuk is kifejezetten eredményesnek bizonyult.
Szeretnélek megkérni titeket arra, hogyha tetszik az általam készített tartalom, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. 5-ös. Heteroscodra maculata. A Heteroscodra maculata egy jóvilági, fánlakó tarantulafaj egyszerű színekkel és gyönyörű mintázattal. Fekete, fehér és sötétbarna színezettel rendelkeznek, potrohukon lévő mintázatuk pedig nagyon hasonlít a Pterinoculus murinus madárpókokéhoz. Származási helyüknek köszönhetően aránylag könnyű a tartásuk, úgyhogy ha már van tapasztalatod jóvilági fajok tartásával és temperamentumával kapcsolatban, akkor mindenképpen szerezd be egyet, nem fogsz csalódni. Négyes, Ceratogyrus darlingi. Következő helyezettünk a tarantulatartó hobbi egyszarvúja, a Ceratogyrus darlingi testfelépítését tekintve elég különleges, fejtelen kitüremkedő szarva végett. Színeit tekintve a szürke és a fekete dominál, ami elsőre lehet nem tűnik nagy számnak a több száz színekben pompázó pókfaj között, viszont a mintázata valami elképesztően szép. Aránylag defenzív faj, úgyhogy vele is, mint általánosságban minden tarantulával, óvatosan és nagyon körültekintően kell bánni. Elérkeztünk a dobogósainkhoz, viszont mielőtt még tovább haladnánk, szeretném figyelmetekbe ajánlani a hírlevél programunkat, illetve a Facebook oldalunkat, amiknek a követésével és a feliratkozásával nem csak hogy engem tudtok támogatni, viszont ezeken keresztül folyamatosan értesülhettek a legújabb és legfrissebb tartalmainkról. 3-as. Harpactyra Caffreriana. A Harpactyra Caffreriana egy eszméletlenül szép, narancs és fekete színezettel rendelkező óvilági tarantulafaj. Megjelenését és mintázatát tekintve eléggé hasonlít a Pterinoculus murinus madárpókokra, azzal a különbséggel, hogy a Harpactyra Caffreriana sokkal élénkebb színezettel rendelkezik. Nincs csalánszőrük, ellenben ők is elég könnyen marnak, úgyhogy kézbevételük egyáltalán nem ajánlott. Kettes, Monocentropus balfuri. A Monocentropus balfuri egy nagyszerű kezdő óvilági faj. Bár nagyon gyorsak és könnyen vesznek fel támadó pószt, általánosságban nagyon nyugodt pókok. A színe egyszerre nagyon egyszerű és lenyűgöző. Potroha és fejtorának széle könnyed világosbarna, lábai és fejtorának közepes szürke és élénk mély tengerkék keveréke. Még különlegesebbé teszi ezt a tarantulát az is, hogy azon ritka fajok közé tartozik, amiket lehet csapatban tartani. Bátran merem ajánlani első óvilági madárpóknak. Első, Harpactyra pulcripes. Első helyezettünk a Harpactyra pulcripes, egy gyönyörű, szintén narancs és fekete színezettel rendelkező, kéklábú, óvilági tarantulafaj. Sok narancs és fekete kombóval találkoztunk már a listán, viszont szerintem ő a legkülönlegesebb, mivel egy élénk kék árnyalat is található a lábain. Igaz, nincsenek túl nagy igényei a tartással kapcsolatban, viszont egy Harpactyra pulcripes nagyon sok tapasztalatot igényel póktartás terén. Első tarantulának semmiképpen nem ajánlom, és kezdő óvilági fajnak is maximum csak akkor, ha elég információ és tapasztalattal rendelkezünk, viszont előbb-utóbb mindenképpen szerez be egyet, nem fogsz csalódni. Remélem tudtam segíteni a videómmal. Ha tetszett, kérlek dobj egy lájkot és iratkozz fel. Illetve ne felejtsd el lecsekkolni a videóban említett hírlevél programot és Facebook oldalt, amiknek a linkjeit a leírásban találod. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!